Rövid nyári szünetre futott a csak labdarúgóinknak, a kinizsi felnőtt csapata már megkezdte az alapozást, és egy Szac elleni edzőmeccsen is túl vannak. Liber Károly edzőt kérdeztük az őszi megerősített keretről. Igen, múlt héten kedden kezdődött az edzés, azaz már a mai naptól visszaszámolva két heteket edzünk. Jöttek új játékosok a csapatba, ugye játszottunk már egy edzőmérkőzést, amit említettük a Szac ellen. Az első hét az eléggé fárasztó volt a srácoknak, szerintem kemény is volt, ott volt utána egy háromnapos pihenőjük, és akkor utána elmaradt egy edzőmeccsünk, akkor megint egy kemény edzést iktattam be, vagy iktattunk be, és akkor most ott voltunk, hogy akkor hétvégén volt a Szac ellen egy mérkőzés, ahol ugye már nézegettük az új játékosokat, próbajátékosokat, és lassan úgy néz ki, hogy kialakulóban van a keretünk. Itt a Kuni csinál egy nagyon szép szólót, hát igen, itt centinkán vagy a kapu mellett. Ez is szép volt, visszatámadott, megcsinált a bátor az egy-egyenlő csert, és utána befejezte lövéssel. Ili itt volt, elköszönt, igen, ő úgy tudom, hogy a TF csapatában fog játszani, a BASZ első osztályban, és a két rácfivér, ők mentek még el, és igazoltunk öt játékost, próbáltunk erősíteni a keretet, és én azt gondolom, hogy minőségben tényleg erős, jó képességű labdarúgókat tudtunk igazolni. Kapuban, ahogy az Illés elment, Dunajvárosból hoztuk a Honpod Lórit, egy fiatal, nagyon tehetséges kapus, nekem nagyon tetszik a hozzáállása. Hát a támadó szekciót is megerősítettük oda, ott is ugye nem is ment el onnan senki. A Tordasból jött a Horváth Beni, a Sárosból jött a Lagakis Nikolász, és Belóból pedig a Joannak a bátyja, a Schnierer Balázs jött, és a védelembe úgy költözött ide Elcsébe egy srác, sőt úgy hívják, hogy Blonszky Péter, őt is leigazoltuk, mert úgy láttuk, hogy erősítés lesz a csapat számára, esetleg van egy sérülés, vagy valami, akkor eléggé sok oldalú labdarúgó a védelembe is, bárhol lehet játszani, meg a védelem előtt is. Horvátot már ismertük egyébként a Tordasról, mi lett egyébként a csapattal, csak úgy zárójelre jegyezzük meg. Én úgy tudom, hogy nem szűntek meg, de összeolvadtak, valami ilyesmi történt, és teljesen az aljáról kezdik? Hát úgy tudom, hogy a megy áramba fognak indulni Tordas csapat. Aztán, hogy mi lett, mindenki elment, aki a tavalyi megye egyes csapatot képviselte. Három játékos ment Martamásába, különben tárgyaltunk velük is, aztán végül mégsem minket választottak. Mentek Szászalombat. Fontos, mert akkor ezek szerint erős lesz a Marton. Igen, visszatérve a kérdésedet, egyre kevesebb a csapat a bajnokság, 14 csapatos lesz a bajnokság, ugye tavaly 15-től indultunk, most még egyre kevesebb, pedig volt kieső is, feljutó is, a megyeket többen, igaz, hogy a Főnix elment, de többen is, ugye a Tordas is, és a Mány is visszalépett, szóval itt 14 csapatos lett a bajnokság. Igen, azt gondolom, hogy azért lesz a három, négy meghatározó csapat, aki az elején a Mono, Sárbogár, Dunajváros, ami az elejét fogja képviselni, és ezzel, hogy a Marton is erősödött a tavalyi csapatához képest, azt gondolom én, mert néztem is őket hétvégén, hogy azért masszívabbnak tűnnek, hogy az a hátsó régió az pedig egy nagyon kiegyenlített lesz, és kevés meccsen van, szóval ha van egy rossz beakadásod, van négy rossz meccsed, már az egész évedet újra kell tervezni, vagy fél évedet, mert hát nem biztos, hogy úgy fog alakulni, hogy te szeretted volna. Ja, és akkor még egy dolog, mert ugye a Szacba azért feltűnt egy ismerős játékos, itt volt a Kiki. Ja, igen, a Kiki játszott, a második fél időben szállt be ellenünk. Jó volt látni, fura volt látni, de közben jó is volt vele találkozni. Ami ugye itt volt elég sokat nálunk, 4 vagy 5 évet focizott, mondta, hogy fog jönni, amikor teheti a meccseinkre, de igen, fura volt látni az ellenfél csapatában most. Jól kell formában hozni az első bajnokira a csapatot, de ugye nagyon sok időn nincs, mert játszunk már holnap is egy edzőmeccset Szászalombattával, utána a hétvégén az Újbudajön, és rá egy hétre már Marcaliba megyünk Magyar Kupa meccsre, addigra már ezt a csapatot össze kell rakni, azaz van 2 hét, ugye azért a srácok eljárnak nyaralni is, mert nem profik, nem várhatom tőle, hogy mindenki minden edzésen itt legyen, dolgoznak is, szóval nehéz lesz, de nem,
nyilván az a célunk, hogy minél előbb fejezzünk, vagy a bajnokságban, a kupában nagyon jól szerepeljünk. Azért én azt gondolom, hogy a kupa nekünk, amiben nagyon tudunk itt a megyébe domborítani, arra fogunk nagyobb fókuszt megtenni, de nem megedjük-e persze a bajnokságot, hát egyértelmű.